Egyre több ország engedélyezi, hogy Ukrajna azokkal a fegyverekkel támadja Oroszországot, amelyeket támogatásként küldtek. A balti államok után Kanada, Finnország és Svédország is bejelentette, semmilyen korlátozás sem szab Kijevnek arra vonatkozóan, hogyan és hol használja a nyugati fegyvereket. Az Egyesült Államok viszont óvatosabb, bár Joe Biden azt lebegtette, hamarosan Washington is feloldhatja a tiltásokat. Pénteken a Fehér Ház azt közölte, nem várható, hogy változtatnának az eddigi szabályokon. Ezzel a témával folytatjuk. Köszönöm szépen, Horváth József biztonságpolitikai szakértő a vendégünk. Jó estét kívánok! Kezét csókolom, jó estét kívánok! Hát még Joe Biden lebegtet, addig úgy néz ki, hogy Moszkva nem nagyon lehet azt mondani, hogy lebegtet, hiszen Moszkva szerint eljutott a nyugati vezetőkhöz Putyinnak az üzenete. Ugyanis, mondom szó szerint, az elnök szerint a nyugat közvetlen részvétele az ukrajnai konfliktusban jelentősen megváltoztatja annak a lényegét, és az azt jelenti, hogy a NATO tagországok, az Egyesült Államok és az európai országok háborúban állnak Oroszországgal. Ez most egy egyértelmű kijelentés, vagy csak mondhatjuk azt, hogy ez egy ilyen nyilatkozatháború? Nem, én azt gondolom, hogy ennél sokkal komolyabb, és én azt látom, hogy a háború kitörése óta azért illik komolyan venni azt, amit Vladimir Putyin mondott, sokkal kevésbé a médiának, sokkal inkább én azt gondolom, hogy a vele szemben álló feleknek is üzen, és itt ami elhangzott, és ez még érdemes hozzáolvasni, vagy megnézni az oroszoknak, az ENSZ nagykövetének, az ENSZ-ben tett nyilatkozatát, ott egyértelművé tette azt, hogy amennyiben ezeket a rakétákat elindítják, ezeknek a rakétáknak az elindításához, célba juttatásához az ukránoknak szüksége van nyugati szakemberekre, akik ezeket a rendszereket kezelik, beprogramozzák, és szükségük van azokra a műholdas információkra, amit szintén a nyugati országoknak kapnak meg, hogy célba jutassák őket. Ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt az oroszok eddig is pontosan tudták, csak éppenséggel nem támadták mélységében Oroszországnak a kritikus infrastruktúráját, vagy éppen a fővárosát, vagy Szentpétervárt. És ezért tették az oroszok egyértelművé, hogy ha ilyen csapás éri őket, arra ők válaszolni fognak. Azt föntartották maguknak a jogot, hogy eldöntsék, hogy ez milyen válasz lesz, de összességében azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz, sok szempontból kritikus fontosságú pontjához érkezett ez a háború, és itt fontos lesz az, hogy a nyugati politikusok mennyire értik meg azt, hogy itt most már gyakorlatilag nem a tűzzel játszanak, hanem a tűz már itt van körülöttünk. Na, beszéljünk egy kicsit akkor ennek a következményeiről, főleg azok után, hogy emeli a kijelentés mellé párosult még egy nem éppen elhanyagolandó mondat is, hogy azt mondták az oroszok, hogyha a nyugati fegyverekkel mélységi csapás éri a belső orosz területeket, akkor bizony ők is kérni fogják a szövetségeseik segítségét. Igen, itt azért látni kell azt, hogy az oroszok nem csak a háború kitörése óta, hanem már azt megelőzően is, hiszen itt azért a BRICS országok, illetve más olyan feltörekvő országokat összefogó kezdeményezések, sánghái kezdeményezés esetében az oroszok az elmúlt években szisztematikusan szélesítették a baráti országoknak tekintett hálójukat, és azon belül, hogy a szövetségeseiket, ha nézzük. Itt ebből a szempontból én azt gondolom, hogy két országot mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik az Észak-Korea. Észak-Korea eddig is önállóan is hajlamos volt arra, hogy a délkelet-ázsiai térségben akár amerikai, akár japán irányába úgy engedjen el rakétákat, hogy ezekkel figyelmeztetéseket küldjön, illetve a másik ország Kuba, hiszen a kubai válság óta, 1962 óta tudjuk azt, hogy Oroszország vagy a volt Szovjetunió számára Kuba az abból a szempontból egy kulcsfontosságú ország, mivel gyakorlatilag néhány száz kilométerre ott van az Egyesült Államok, tehát onnantól kezdve egy fenyegetést komolyan kell venni, illetve harmadik országként akár még ide vehetjük Iránt is, tehát az irániaknak a közel-keleti helyzetben, illetve a jelenleg folyó Hamas elleni izraeli hadműveletek kapcsán is nagyon fontos befolyása van a térség egészének a biztonságára, a huszi lázadóktól kezdve egészen a libanoni Hezbollahig, tehát ebből a szempontból Irán is, ha úgy tetszik, aktivizálni tudja magát, akár az oroszok mellett is. Jó, milyen következményekkel járhat az, hogyha a háború ehhez a szakaszához érkezik? Hát gyakorlatilag, amit az oroszok most kimondtak, és rémisztően hangzik, hogy effektíve a harmadik világháború elkezdődik. Tehát itt ezt ebbe a stúdióba is még az óvatosan mondjuk ki és félve, mert rémisztő ezt kimondani, de mégis én azt gondolom, hogy éppen azért kell erről beszélni, hogy a politikusok is talán jobban tisztában legyenek azzal, hogy nem olyan egyszerű dolog az, mint most a svéd külügyminiszter hölgytől hallottuk, hogy bármilyen célpontra engedélyezik, hogy támadjanak az oroszok, ők mindent odaadnak. Érezhető volt például a finnek óvatosabbak voltak, ők azt mondták, hogy hát olyan célpontokra engedélyezik az ő fegyvereik használatát, amelyek az ukrán biztonságot fenyegetik, tehát ebből a szempontból a finnek, mivel mondjuk van 1000 kilométer, közel 1000 kilométeres közös határa Oroszországgal, ők már érezhetően óvatosabbak voltak. Nézzük meg most Ukrajna oldalát, ugye a valuta alap továbbra is pénzt ad Ukrajnának, tehát finanszírozza, és ez a finanszírozás ez messze nem azt mutatja, hogy ennek a háborúnak ők szeretnének véget vetni. Ugye ez egy hatalmas összeg, 1,1 milliárd dollár. Hatalmasnak tűnő összeg, hiszen az ukránok nyilvánosságra hozott adatai szerint egy nap az 300 millió dollárba kerül. Tehát itt a hadseregnek a működtetése, ahogy úgy mondja, tehát itt akár 4 napról beszélünk. Mi nekünk, önnek igaza van, ez egy hatalmas szám, de azt látni kell, hogy a valuta alap úgy ad pénzt, hogy ez a pénz pár napra elegendő egy részről, másrészről pedig pont a valuta alap mondta azt, hogy gyakorlatilag csődben van Ukrajna. Tehát én azt gondolom, hogy itt is érdemes figyelembe venni azt, hogy a valuta alap nem csak azért ad pénzt, hogy utána ezt egy, hogy úgy mondjam, leírja, és azt mondja, hogy ez egy veszteség volt a valuta alap számára, hanem pontosan azért adnak pénzt, egyrésztről, hogy még ezt a háborús gépvezetet működésben tartsák Ukrajnában, másrésztről pedig a nyugati befektetők, akik a kockázati tőkéjükkel vállalnak nagyobb rizikót is, adott esetben még az ukrán állami vállalatok közül, vagy bányakincsek közül még fel tudjanak vásárolni, még a béketárgyalások megindulása előtt. Még rengeteg kérdésem lenne, de lejárt az időnk, minden esetre visszavárjuk. Horváth József, köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm én is.